Nagy volt a nyüzsgés az Újpesti Városházán április 20-án. Több mint 20 külföldi diák látogatta meg a házasságkötő termet, valamint Déri Tibor polgármester vezetésével a dísztermet is. A diákok az Erasmus program keretében érkeztek Belgiumból és Portugáliából. Előbbi országból mikrofon végre kaptunk egy pedagógust, aki azt mondta, hogy nagyon várták már a látogatást. A magyar kultúra nekünk tulajdonképpen még kicsit ismeretlen, hiszen csak tegnap érkeztünk. A vendégszeretet, a törődés azonban példás, nagyon kedvesek a tanárok és a diákok is, akikkel mindeddig találkoztunk. Nagyon érdekes számunkra az iskolarendszer, nálunk kicsit máshogyan van, de azért is jöttünk ide, hogy tanuljunk egymástól, hiszen ez is a program egyik lényege. A Károlyi Iskola projektvezetője elmondta, hogy milyen környezetvédelmi projektekkel foglalkoznak a csereprogram keretében, és hogy a környezettudatosságot igyekeznek a diákok mindennapi rutinjába is beépíteni. A mi iskolánk úgy érezte, hogy itt Magyarországon a hulladék gazdálkodás az egy kritikus kérdés, úgyhogy a mi iskolánk erre fókuszált. A belga iskola az zöldebbé szeretné tenni az iskola kertjét, ők ilyen területen találtak ki maguknak tevékenységeket, és energia hasznosítása kapcsolatos a portugáloknak a tevékenysége. Mi az iskolánkban bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, ami korábban nem volt, minden osztálytermet elláttunk szelektív kukákkal, a folyosókon is van szelektív kuka. Próbáljuk tudatosítani a gyerekekben, hogy mennyire fontos az, hogy odafigyeljenek erre, hogy a hulladékot azt szétválogassák, és bevezettünk minden hónap utolsó csütörtökén tartunk hulladékmentes napot, amikor arra biztatjuk a diákjainkat, meg a családjaikat is, hogy ha lehet, akkor ne termeljenek szemetet, a zuzsonájukat dobozban hozzák, ne szalvétában vagy fóliában. Persze a vendégek nem mentek el üres kézzel. A hivatalban szép ajándékokat kaptak, melyből megismerhetik Újpest történetét és az itt tűzött régi mesterségeket, és persze némi magyar édesség is került a csomagba.